Először is köszönöm szépen az elnök úrnak, akivel valóban 40 éve együtt kezdtük körülbelül az egyetemi tanulmányainkat, és nagy megtiszteltetés, hogy itt, ezen a gyönyörű helyen és ebben a kiváló társaságban beszámolhatok arról a kutatásról, amit most már több mint egy évtizede végzünk a Pázmány Péter Katolikus Egyetem bölcsészettudományi karán. Az előadásom címe Korvin János, mint a magyar trón várományosa, dokumentumok itáliai levéltárokból a Vestigia kutatás keretében. Kihasználom az alkalmat, hogy egy kicsit magáról a kutatásról beszéljek, és utána 5 dokumentumot szeretnék megmutatni, érezve, hogy az ebéd utáni időszak egy kicsit nehezen hat már a hallgatóságra. A kutatásunk, Vestigia, vagyis nyomok, Vestigia latinosan, vagy Vestigia olaszosan, 2 ciklusban, 2010 és 15, illetve 18 és 22 között kapott támogatást. A célunk valóban, ahogy tanár is elmondta, 1300 és 1550, illetve az újabb ciklusban 1600 közötti hungarikumok feltárása, digitalizálása, kutatása itáliai levéltárakban és könyvtárakban. A kiinduló pont a Magyar Tudományos Akadémia másolatgyűjteménye, amiről majd egy kicsit később beszélek. 2 kiválasztott város volt az első ciklusban, Milánó és Modena. Ennek az oka nyilván, hogy az adott korszakban ez 2 olyan itáliai udvart jelentett, amelyek a Hunyadi, illetve a Jagelló kor számára fontos igazodási pontot és kontaktust jelentettek Itáliában. 2018 őszétől kezdtük meg a második időszakot, akkor Mantovát kapcsoltuk még be a kutatásba, és hát reményünk van rá, hogy Nápoly, Torino és kisebb toszkánai városok, meg friuli városok levéltáraiban is a már megkezdett fölméréseinket folytatni tudjuk a jövőben. Mik az eredmények? Több mint 3000 és nagy részben kiadatlan forrás feltárása. Ezeket átadtuk a Magyar Nemzeti Levéltár nyilvántartásának, a levéltári anyag a diplomatikai fényképgyűjteménybe, és az egyéb kéziratos anyagok a Hungarika kataszterbe kerültek. Nem sokára meg is fog jelenni a Hungarikánán, illetve a Nemzeti Levéltár irat kereső felületén. Hogy ennyi adat van még, amikor mindenki azt hitte, hogy már mindent tudunk arról, hogy Itáliában mennyi dokumentum van. Azt hiszem, amit előttem itt Chiara Maria Carpentieri elmondott, abból is nyilvánvaló, hogy elvileg tudjuk, hogy ezek léteznek, eljutni oda, látni, olvasni, most már ugye digitalizálni is lehet, egészen más lehetőségeket is jelent. Létrehoztunk ezért egy open access, bárki által használható adatbázist, bal oldalt fönt látják ennek a vestigia.hu honlapját, amely addig is, amíg föl nem bukkan a DLDF rendszerében, ezeket a dokumentumokat kereshetővé teszi, és mindeközben egy monográfia született, és 3 tanulmánykötet a konferenciáink kapcsán, ahol egyes dokumentumokat, dokumentumcsoportokat, levelezéseket, számadáskönyveket mutattunk be. Több tucat szakcikk, külföldi előadások is jelzik az utunkat. Nyilván nem a semmiből jön az ilyesmi, nagy elődök munkájára támaszkodunk. Modena, ami az itáliai levéltárak között is az egyik leggazdagabb anyag. Első kutatója talán Nyári Albert volt, az 1849-es emigráció egyik tagja, aki ott fölfigyelt az Esztei Hippolit számadás könyveire és a kezdeményezésére. Elindult egy másolási
folyamat, Nagy Iván, Fraknói Vilmos, Berzevici Albert, és még lehetne sorolni, tehát a magyar történet tudomány nagyjai szervezték, intézték, bízták meg azokat az olasz és magyar szakembereket, akik kézzel másolták ezeket a számadáskönyveket, leveleket, dokumentumokat. Ezek a dokumentumok lelhetők ma föl a Magyar Tudományos Akadémia kézirattárában, viszont azzal nem számolt senki, tehát úgy vette mindenki, hogy ez az, ami Olaszországban Magyarországra vonatkozik. 1915-ben azonban történt egy apró affér, hogy Itália hadba lépett az első világháborúban Magyarország ellen, és hirtelen vége lett ennek a csodálatos tervnek. Visszaküldték a kódexeket az őrzési helyükre Velencéből, ahol a másolás folyt, és igazából félbeszakadt a munka. 1915 óta, amit a Tudományos Akadémiánk őriz, az távolról sem az egész anyagot jelképezte, tehát visszatérve még körülbelül kétszer annyi anyagot találtunk azokban a levéltárakban és könyvtárakban, amit fölkerestünk. A cél az volt igazából, hogy a századik évfordulóra, 2015-re sikerüljön ezt a munkát befejezni, de hát még messze vagyunk ettől, mert sokkal többet találtunk, mint amit reméltünk. Ezeknek a uraknak a munkássága révén aztán megszülettek a nagy magyar történelmi monográfiák, amelyek mind a mai napig meghatározzák a gondolkodásunkat Mátyás királyról, Beatrixról, Korvin Jánosról is. Igen, adatgazdagok, de mint mondtam, ők sem ismerhettek minden egyes dokumentumot. Ezért most a Chiara Maria metodológiától némileg eltérően én most azt szeretném megmutatni, tehát ezt a bárki által hozzáférhető adatbázist használva kiemeltem most 5 olyan dokumentumot, amit Korvin Jánosra vonatkoztathatunk. Van olyan, ami már szerepel a magyar munkákban, de most megnézhető, újraértelmezhető, bárki számára láthatóvá tett. És vannak olyan dokumentumok, amik még nem épültek be a magyar történettudományba. Az első dokumentum, itt bal oldalt fent egy vestigial számot látnak, ezzel legkönnyebben azonosítjuk, tehát a magában, a rendszerben van egy száma mindennek, és ez meg fog maradni majd a DLDF rendszerben is. Az alatt csak a dátumot tüntettem fel, illetve azt, hogy ki kinek írja. Ma Feuda Treviglio, mondjuk úgy, hogy hírszerzője volt Lodovico Sforzának, aki gyakorlatilag milánói hercegként működött, és 1490 áprilisa, nyilván ez a határvonal, amire itt már utalás is történt. Tehát Mátyás király halála után felpesdült a levelezés az itáliai udvarok és a magyar udvar között. Korvin János, mint ezt is hallottuk már, ugye Bianca Maria Sforza milánói hercegnének volt a vőlegénye, aragóniai Beatrix Nápoly és Ferrara érdekében állt, hogy ő legyen a királyné, az utód. Ezért tehát nem csak Magyarországon tört ki trónviszály, elég sokan próbálták ezt az erős országot, ugye a trónját megszerezni, hanem Itália udvarai között is elkezdődött egy érdekharc, hiszen voltak ennek és annak a pártnak is képviselői. Olvasom az első sorban, nem tudom, hogy érdemes oda világítanom. Azt hiszem, nem látszik, az első sortól kezdem. Unde optimam spem gerimus, quod nemo alter nisi ipse dominus noster dominus Johannes Corvinus dux Liptoviensis et Opaviensis in regem constituetur. Tehát nem sokkal Mátyás halála után ez a lombardiai
illetőségi úr hírvívő hírszerző, arról tudósítja a milánói herceget, hogy kiváló reményünk van az irányban, hogy senki más nem lesz Mátyás király utóda, mint Korvin János, liptói és opavai herceg. Ez akkor még egy reális forgatókönyv volt, és ez állt Milánó érdekében. Természetesen nem tudjuk, hogy mennyire az igazságot írja, mennyire a vágyait, vagy mennyire akar ezzel a megbízója kegyében járni. Minden esetre Milánóban ebben a pillanatban ezt szerették volna olvasni, hiszen Bianca Maria Sforza, aki később ugye Miksa császár felesége lesz, ebben az időpontban még a leendő magyar király feleségének a mennyasszonya. Itt megmutatnám, ez a baloldalt, ez a piros csík, amit ceruzával rajzoltak oda, ezt is most már jól ismerjük, pár év milánói levéltári munka után, ez Berzevici Albertnek a piros ceruzája, aki általában pirossal vagy kékkel jelölte meg az eredeti dokumentumokon, hogy mettől meddig kéri a másolást. Mostantól olasz nyelvű szövegek lesznek, de adok fordítást hozzá. Itt Gian Galeazzo Sforza, tehát a hivatalosan ő a herceg, írja Budára Maffeo Trevillohoz az utasítást. Da Ferrara siamo avvisati, en re de Bohemia essere stato eletto re de Ungaria, e chi ha pigliato la regina per moliere. Vagyis óriási botrány van, mert Ferrarából azt a hírt kaptuk, nem Korvin János lett a király, hanem a cseh király, és hogy feleségül vette a királynőt, vagyis aragóniai Beatrixot. Ismerjük a történetet, ugye ez egy olyan esküvő, amiben formai hibát követnek el, követel szándékosan valószínűleg Bakócz Tamás, és 10 év kell hozzá, hogy ezt az esküvőt megsemmisítse a Szentszék. Minden esetre mondhatni, hogy Milánóban, illetve Paviában, ahol Gian Galeazzo székel, elég nagy a pánik ezzel kapcsolatban, hiszen ebben a pillanatban egyáltalán nem Korvin János áll már nyerésre. Bár a hír valószínűleg megelőzi azt, ami ténylegesen tudható volt, hiszen 1490 áprilisában Ulászló még nagyon távol volt attól, hogy királlyá válasszák. Minden esetre Gian Galeazzo már ezt a hírt kapta. Éppen ezért az utasítás a következő: desideramo che distintamente ne advisi in quale termine si trovano quelle cose di là, et chi ha prestato maggiore favore a questa elezione, et comore usciranno le cose del duca Giovanni. Tehát azt kívánjuk, hogy pontosan számoljon be, hogy állnak ott a dolgok, ki támogatta ezt a királyválasztást, és mi lesz ezután János herceg sorsa. Vagyis ekkor indul el nyilván Bianca Maria Sforza számára egy alternatív házasság tervének a kidolgozása. Nem biztos, hogy megéri most már Korvin János feleségének adni őt. Ezzel most átmegyünk a milánói levéltárból a modenai levéltárba. Modena ugye a Este hercegek székhelye, de csak a 16. század végétől, amikor Ferrarát föl kellett adniuk a pápa javára, és az egész ferrarai levéltár került át oda. Ez valami csoda folytán mindenféle pusztítást és írtást elkerült, tehát ez a lehető leggazdagabb levéltár még Itálián belül is. Beltrame Costabili egészen biztosan aragóniai Beatrix embere. Ő írja Esztergomból, méghozzá a herceghez. 1490. júniusa. In sino a questa ora non si è fatto elezione del re. Et li prelati et barroni sono divisi in due parte, l'una delle quali tene cum il figliolo dell'ore passato. Mindezidáig nem történt meg a király megválasztása. A főpapok és a főurak
két részre oszlanak, két pártra oszlanak. Az egyik párt az meghalt király fiával tart. Ez lehet mondani, hogy egész pontosan írja le a helyzetet. Elég pontos kimutatások érkeznek Milánóba is és Ferrárába is, hogy melyik magyar nemes és melyik magyar főpap melyik párton van. Tehát gyakorlatilag próbálják bemérni a lehetséges változatokat. Ancora, el duca Corvino, già sono giorni dieci che se partete di qua in salutato ospite. Szintén most Modenában vagyunk. Ez Esztei Hippolit bíboros embere, a egri kormányzó Taddeo Lardi, akinek a teljes levelezése, 75 levél, most lesz a következő monográfia, amit szeretnénk kiadni, nagyon gazdag olyan apró részletekben, amit csak ezek a kíváncsi olaszok figyeltek meg, és a hivatalos dokumentumokból nem derülnek ki. Tehát hogyan zajlott az úrnapja ünneplése Budán, vagy milyen csillagászati eszközöket használt a király, amit aztán Erkole herceg is szeretne magának rendelni, hogy viselkedett a pápai legátus, tehát egészen apró és érdekes megfigyeléseket végez. Ugye 1503-ban már végleg leáldozott szegény Corvin János csillaga, ugyan bán, de néha elveszti a új király kegyét, és ez a dokumentum 1503-ban egy olyan eseményről számol be, aminek azt hiszem, hogy ez az egyetlen tanúja. Corvin Jánosról, Corvin hercegről elmondanám, hogy 10 nappal ezelőtt elment innen, köszönés nélkül, élfirtájban, fölháborodva, mert furcsa szavakat, vagy szemrehányó szavakat váltott vele a vajda és a királyi kincstárnok. Úgy néz ki, hogy békét kötünk a törökkel, de lesz helyette belső háború. Taddeo Lardi ugye főleg Egerben van, vagy Bakócz Tamásnál időzik, ugyanakkor minden udvari pletykáról értesül, és ezt továbbítja Ferrárába, hogy mindenre elkészüljenek. Tehát itt a koronatanácsról van szó, ugye Corvin János az egyik hadseregnek az élén, a délvidéken dolgozik, védi a hazát, vagy támadja a törököt, és a koronatanácsban felháborodással kell elmennie, úgyhogy nem is köszön el az uralkodótól. Valószínűleg Szentgyörgyi Péter lett az, aki megsértette, és talán Bornemisza János, ez a kincstárnok, akivel heves szóváltásba keveredett. Tudjuk, hogy a Corvin János ezután nem sokkal meghal. Láthattuk ma az egyik bemutatóban a lepuglavai sírt, és mellette a gyermekének a sírját. Ez az 5 éves Kristóf az, akiről az utolsó dokumentum szól, amit szeretnék megmutatni. Szintén Taddeo Lardi 2 évvel később írja Esztei Hippolit bíborosnak Ferrarába. Delle nove altre di qua. Sono pochi giorni che il figliolo del duca Corvino è morto e dice se de veleno, chi l'ha già fatto per ancora non se intende. Ami az ide vonatkozó híreket illeti, néhány nappal ezelőtt meghalt a Corvin herceg fia. Úgy mondják, méregtől. Hogy ki tette, ezt még nem lehet tudni. Természetesen Budáról nézve ez lehet egy teljesen egyszerű pletyka, csak eszembe jutott, hogyha kinyitják a sírt, és megvizsgálják ezeket a csontokat, hát ha még erre is egyszer fény derülhet. Az Ambrosiana könyvtáron, a két levéltáron kívül, amiről most ezeket a dokumentumokat hoztam, vizsgálódtunk még a modenai
Este könyvtárban, a Bibliotheca Estense, mi ugye arról híres, hogy számos Corvinát is birtokol egy későbbi vásárlás nyomán, de van itt például egy teljesen pontos és érdekes leírás Buda 1541-es ostromáról, ami, ha minden jól megy, most szeptemberben fog megjelenni, és ezt például teljes egészében magyarra fordítottuk, mert úgy gondolom, hogy azok a korábbi fordítások, amik ebből megjelentek, már majdnem 100 éve már elrozsdásodtak, úgyhogy bizonyos dolgokat újra kellett írni. Szeretném mondani, hogy a Vestigia dokumentumaiban nyomai vannak egy sor olyan dolognak, amik ma itt felbukkantak, a haramiáknak például, tehát gyakran írják, hogy nem lehet olyan könnyen árut küldeni, mert Zágráb táján is nagy veszélyek leselkednek, többen meghaltak ott a szállítás közben, mekkora katonai kíséretet kell adni, amikor pénzt szállítanak, és a pénzek kapcsán pedig azt szeretném hozzátenni, hogy ezekben a számadás könyvekben elég pontosan nyomon követhető, hogy van, amikor fizikailag is utaznak a magyar pénzek, ezt külön tartják számon a Ferrarai hercegi kincstárban, az ongári, a magyar pénzek külön szerepelnek. Elképzelhető, hogy éppen azért, amit a tisztelt kolléga mondott, hogy különleges minőségük miatt. Ugyanakkor az egész kereskedelmet, ugye szörméket, fegyvereket, lovakat, ezüstöket, a kocsiban, kocson készült hintókat, a kocsikat nyomon lehet követni, hogy mikor, milyen útvonalon és milyen mennyiségben küldték ki Itáliába. Szeretném ezzel megköszönni a figyelmet, a pecsét az már nem Mátyási, hanem második Ulászlói, de annyira gyönyörű volt, és olyan hirtelen véletlenül került elénk, hogy ezt muszáj volt lefényképeznem és idehelyeznem zárásként. Köszönöm szépen még egyszer.